Játszott korábban a Ferencvárosban is, volt a Stoke City labdarúgója 10 éve, tavaly nyáron Soroksáról távozott, súlyos sérülés miatt majdnem egy évet ki kellett hagynia, most az NB3-ban a Győrrel a feljutásért csatázó ÉRT foci csapatához igazolt, Zsivócki Norbert, ő a vendégünk, szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük itt ezzel a hétvégével. Azt mondják, hogy Limperger Zsolt edződ mivel küldött pályára? Visszatértél, és a 74. perc volt az a Veszprém, amikor beszálltál a meccsbe. Igen, hát lényegében egyetlen egy tanácsot kaptam, hogy próbáljak fönt labdákat megjátszani pontosan, és nyilván az eredményt pedig próbáljuk megfordítani, hogy 1-0, akkor még vereségre álltunk. Tökéletesen sikerült, hiszen a beszállásod után végig ott volt a pályán, és 2 gólt szereztetek. Összegészében akkor elégedett vagy a bemutatkozással? Igen, boldog vagyok, nyilván nyertünk, otthon tartottuk a 3 pontot, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez magáért beszél, és persze nyilván örültem, hogy megint pályára léphettem több mint 1 év után. És most ez ebben a negyed órában sikerült akkor megvalósítani ezeket a edzői kéréseket is ezek szerint? Igen, tehát lényegében ugye ez volt a cél, hogy otthon tartsuk a 3 pontot, sikerült egy nagyon szép góllal, az első gól, az egyenlítettünk, aztán pedig a hosszabbításba sikerült bepasszíroznunk még egy gólt, és ezzel nyertünk ugye 2-1-re. Na most azt mondtad, hogy egyelőre 15-20 percekre tudsz segíteni az ÉRD-nek. Miért? Mikor leszel teljes értékű játékos? Reményem szerint nyárra, tehát az alapozás és a felkészülés elejére már olyan állapotban tudom hozni magam, hogy teljes értékű játékos legyek. Ugye több mint egy évet kihagytam, egy őssejt beültetést hajtottak végre a térdemen, úgyhogy kell még neki idő. Ugye a versenysúlyomat is el kell érjem, plusz ugye a formámat is vissza kell szerezzem, úgyhogy úgy gondolom, hogy nyára már rendben leszek teljesen. Norbi, miért vált ez ilyen komplikáltá, ilyen bonyolultá ez a felépülés és ez a sérülés, ez a műtét, hogy ilyen hosszú kihagyás lett a vége? Tehát lényegében ez egy porcpótlás volt, ez már a 3. műtét volt az én jobb lábamon. Olyan rossz állapotba került ugye a porc felszín, hogy újra kellett építeni, hogy a csípőmből vettek ki őssejtet, és ezáltal építették újra a porcot, és ez egy hosszabb folyamat, tehát minimum fél év volt az, ami miután én elkezdhettem a bármilyen fajta mozgást, ugye először úszás, aztán bicikli, aztán a későbbiekben pedig majd futással folytattam, és január-februárban kezdhettem el labdával is már ismerkedni újra, úgyhogy ez egy hosszabb folyamat volt, ez nem csak egy szimpla kis sports leszakadás volt. Igen. Azt mondnak, hogy milyen nehézségei voltak fejben annak, hogy élsportolóként egy évig elvesztetted a játékszeredet, és elvesztetted azt az életritmust, meg azt az időbeosztást, amivel dolgoztál és éltél előtte. Hát sajnos mondhatom, hogy már rutinos voltam ebbe. Nem az első sérülés. Igen, tehát ez az 5. műtétem volt, de ez volt a leghosszabb. Hát nehéz volt motiválni magam, megmondom őszintén, mert mint mondtam, ez már nem az első volt, és azért nehéz volt. Tehát, meg se fordult a fejedbe a visszavonulás? Az elején, de igen. Tehát a Hangudi professzor műtött engem ugye a Uzsoki kórházban. Nyilván nem tudott garanciát vállalni arra, hogy én tudok még futballozni, de mindent megtett ennek érdekében, és hál' Istennek azt mondta, hogy szuperül sikerült a műtét, úgyhogy még tudok jó pár évet futballozni, akár profi szinten is. Hogyan találtál rá az ÉRD-re, találtak rád? Limperger Zsolt személynek volt ebben része? Hogyne, bőven. Miután rendbe jött lábam, én Budafokon kezdtem el edzeni. Bruckner László úrral konzultáltunk, de ők már megvoltak, tehát oda már nem tudtak igazolni játékost. És én azt hiszem kb. Egy évvel ezelőtt beszéltem a Limperger Zsolttal, megkeresett engem, akkor még ugye én a Soroksárt választottam, aztán szintén tudtunk beszélni, és hamar, tehát megegyeztünk egyből, és lényegében, ami nekem is egy jó koncepció, és nekik is egy jó szerződést tudtak ajánlani részemre, úgyhogy minden rendben volt, és így tudtak igazolni. Érdem, milyen a csapat, milyen a légkör, milyen a felfogás? Mi sülhet ki ebből? 5 pont a hátrány az Eto'val szemben. Igen, ugye először vagyok NB3-ban, de pozitív minden, a srácok nagyon jól fogadtak, a szakmai munka az eszméletlenül jó. Ez is egy szempont volt, hogy utat tudjam érni magam, hogy egy olyan
helyen legyek, ahol nagyon jó munka folyik. Hát igen, most 5 pont a hátrány, jelenleg nem cél a feljutás. Ugye a stadion is, én úgy tudom, hogy nem kész arra, hogy MB2-es licencet kapjon jövőre. Én úgy tudom, hogy ki van tűzve az, hogy fel kéne jutni, de nincsen sürgetve senki és semmi, úgyhogy nyugodt a légkör teljesen. Na most, ahogy ez Soroságon is így volt, ott főként, de itt is előfordul és látható, hogy többen Érden hozzá hasonlóan fradi gyökerekkel rendelkeznek. Ez jelente bármiféle előnyt vagy segítséget, amikor befogadják az embert? Hogyne. Több játékost is ismertem, volt csapattársam is némelyik. Még egyszer mondom, nagyon pozitív volt a fogadtatás, egy nagyon jó kis brigád kovácsolódott ott össze. Én úgy gondolom, hogy nem véletlenül vannak ilyen jó pozícióban ilyen költségvetéssel, úgyhogy ez a klubnak az érdemeit mutatja csak. Az Érd és a te egymásra találásod akkor ezek szerint minimum másfél évre szólna? Tehát ha Érden amúgy is úgy gondolkodnak, hogy igazából a klub majd jövőre lesz készen az MB2-re és a feljutásra, te meg most szálltál be, akkor gondolom nem azért, hogy nyáron továbbálljál, nem? Nyárig szól a szerződésem, opcionálisan plusz egy év van benne. Én jelenleg csak Érden gondolkodom. Nyilván, hogyha lesz esetlegesen magasabb osztályból megkeresésem, azt meg fogom fontolni, de nekem az elsődleges cél az, hogy nyártól én egy olyan csapatba játszhassak, ahol játszok. Uh-huh. Tehát magyarán nekem a játék lehetőség az a legfontosabb most, hogy visszakerüljek az én tehát a formámat vissza tudjam. Tehát nem esik le a gyűrű az ujjadról, hogyha ez MB3, egy olyan csapat, amelynek komoly céljai vannak, lásd azért, és egy évet a harmadosztályban kell futballozni, ahhoz, egyáltalán, hogy MB2-es legyél. Egyáltalán nem, tehát azért egy éves kiadás, több mint egy éves kiadás után azért tudni kell azt, hogy most már a másodosztály is, én úgy gondolom, hogy nagyon jó szintet képvisel, és az MB3 is erősödött ezáltal, ugye? És mindenféleképpen, tehát nekem a célom az, hogy olyan klubnál maradjak, ahol játék lehetőséget fogok kapni. Ha még évek vannak benned, akkor a fejedben az is benne, hogy lehet ebből még élvonal? Mindenféleképpen meg van célozva, tehát én gondolom, hogy az ember mindig a legmagasabb reális célt, hogyha maga elé tűzi, és azt annak megy neki, akkor abból rossz nem sülhet ki, úgyhogy igen, még úgy gondolom, hogyha a rábam is rendben lesz, és fizikálisan is olyan állapotba kerülök, akkor még úgy gondolom, hogy élvonalba is játszhatok. Kedvenc Fradidat figyeled? Hogyne. Mi hiányzik idén ebből a csapatból, mit gondolsz? Miért nem lesz ebből valószínűleg címvédés? Hát ez egy összetett kérdés, nem az én tisztem talán erre válaszolni. Egy nagyon jó csapat. Egy nagyon jó egyéni képességekkel rendelkező játékosokkal megáldott klub. Valamit most nem tudtak rendbe tartani ott. És az meg a másik, hogy a többi klub pedig lehet, hogy meglátta, hogy mi az gyenge pontja ennek a csapatnak. Nem tudom. Szerintem jövőre biztos, hogy másképp lesz. De tehát mondom, ez nem az én tisztem, úgy gondolom ezt megítélni, hogy miért nem sikerül most a Ferencvárosnak a címvédés. Mindenesetre én sikeres visszatérést és építkezést kívánok neked. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.